remélem, hogy föl vagytok készülve valami nagy merényletre, ugye? Hát először is úgy fog kinézni, mintha ugyanazt mondanám, hogy már százszor hallottatok, pedig nem. Mindig teszek bele olyan részletet, ami például itt elhangzott az Egeli Gyuri részéről, hogy háttérművész úr, lelövöm magát. Az Egeli Gyuri részéről elhangzott az, hogy hát az energiát nem tisztázták. Én is csak ezt tudom mondani. A téridőt sem tisztázták, az energiát sem, az időt sem magát nem tisztázták, hogy mi az, hogy idő. Ilyen órákat mutogattak, hát ne hülyeskedjünk már, ez egy a vicc kategória. És szeretném nektek elmondani magát a teremtést, de úgy, ahogy azt a valóságban tényleg a természet megalkotta. A természetet nevezhetjük akár Istennek is. Tehát az, hogy te, mit tudom én, MSZMP-s voltál, vagy mit tudom, Fuxi Maxim, mit tömtek a fejedbe, az felejtsd el. Mert hogy elhisszük az Isten, meg nem hisszük az Isten. Hát nem, gyerekek, nem. Ha nem tudod, akkor csak hívő vagy. Ha tudod, hogy hol van, mibe van, miért, hogy van jelen, mindenhol, akkor mindjárt más lesz a helyzet. Mert hogy valamilyen szakállas bácsit képzelnek Istennek, vagy ahogy a Sixtusi kápolnában lefestették, hogy az Ádámban, hogy leheli a lelket az Isten. Tudjátok, azt az ábrát biztos mindenki látta. Hát, a Leonardo nagyon fel volt háborodva, nem ok nélkül. Mert hogy lerajzolták, lefestették, amit tiltva van a Bibliában és a Koránban is mindenhol. És itt van a baj. Hogy nem tudja, hogy miről van szó, de nagyon tudja. Szóval nagyon mondja. Őt leharcolták, ugye a Galileit leharcolták, mert hogy azt mondta, hogy a nap körül kering a Föld. Mert hogy a Jupiter körül keringenek, négy holdat látott a távcsövébe, és ez a négy elég nagy hold, ilyen holdméretű holdak is, tehát nagyok, keringenek a Jupiter körül, és nem a Föld körül keringenek, hanem a Jupiter körül. Bemutatta, nézd meg a távcsőbe. Figyelj, tíz évig mindenféle dráma volt, hogy mágiára állítják, vagy nem állítják, mindenféle dráma volt. Hát a végén felmentették, szóval, de rájöttek arra, hogy hülyeséget védenek. És ez nem azt jelenti, hogy a vallásosok hülyeségeket védenek, hanem vannak vallási vezetők, akik ragaszkodnak valamilyen dogmához, aztán kiderül, hogy az a dogma nem jó. Ugye most az Egeli Gyuri elmondta azt, hogy az energia megmaradás törvény, hát az részben igaz, de csak részben, és az úgy nem igaz, vagy az anyag megmaradás törvénye sem igaz, így. Na, ezt a kavitáció mutatja, a kavitáció az egy furcsa jelenség, szerintem már mindegyikőtök, akik itt ültök, talán a gyerekeket kivéve csinált kavitációt. Ki az, aki soha nem locsolt slaggal életében, kertben, vagy ilyen? Ki az? Senki nem teszi fel a kezét. Tehát mindenki spriccelt már gyerekkorában, meg mit tudom én, és felnőtt korában, és szokott ropogni a slag. És akkor azt mondták, hogy mert buborék van benne. A dolog félig igaz. Csak az a buborék, az egy vákum buborék, és nem olyan buborék, mint ami a szódavízben van, amit a nyomás fúj föl, a szén-dioxid nyomása fújja föl, buboréká. Ez nem olyan, ez fölszívódik, úgy is mondhatjuk. Tehát nem fölfújódik, hanem fölszívódik. A víz nem csak összenyomhatatlan, hanem összeszívhatatlan is. Erről senki nem beszél, de pedig igen. Tehát a megszívom, elkezd forni. Tehát egy fecskendőd van, egy ilyen vacak műanyag fecskendőd, otthon kipróbálhatod, szívsz bele egy kis vizet, egy pohárból, talán befogod rajta a lukat, és jól meg fölhúzod egészen majdnem teljesen, elkezd benne zubogni a víz. Forr a víz benne, de szobahőmérsékleten zubog a víz benne. Hogy? Hát persze, hát ezért aztán a Himaláján, ha valaki húst akar főzni, hát bajba van, mert hát hiába próbálkozik vele, nem fog megfőni,
Mert hát 100 fokot sosem fog elérni rajta, vagyis hogy hát ugye zubok már 30 foknál is a víz, mint a forna, for is, csak egy nagy baj van, 30 fokos, mert nem föl meg a tojás, vagy nem föl meg a hús, hogyha meg akarja melegíteni vagy főzni. A Himalája magasan van, ugye, de 8880 méter, vagy mennyi, tehát jó magas már, ez a legmagasabb hegy. Azért kiderült, hogy hát mégsem, mert van Dél-Amerikában egy vulkán, egy hatalmas vulkán, és hogyha a Földnek az ellipszis rendszerét is beleszámoljuk, az magasabb, mint a Himalája. Nekünk ezt úgy tanították be, mint valami isteni kinyilatkoztatás. De közben, hát utána számoltak egy kicsit, és hát kiderült, hogy ja, hát az magasabb. Ezt légnyomásból le lehet bizonyítani lehet. Hát a repülőgépeknek van ilyen légnyomásos magasságmérője. Nekünk volt ilyen, Svájcban voltunk, 1800 méter magasan voltunk fönn, és ott ilyen nyomásmérővel mértük a magasságot, hogy hol vagyunk. Igen, ez megvan. Tehát kezdjünk el dolgozni, és nem ezt kéne behozni, hanem majd a legutolsó oldal, ha minden igaz, azt kéne behozni a... Hát még arrább. Ott már nincs. 50, na ez az, igen, ez az a lap. Tudnék, ezen a lapon mikor volt ez, nézd meg a dátumot rajta, valószínűleg látszik rajta a dátum. Hm? 95 február, az már nem tegnap volt. Akkor volt egy Esemény Horizon nevezetű ilyen kis újságocskánk, amiben ilyen szakcikkek jelentek meg. És ezt egy nagyon kedves matematikus barátom vezette le, ezt a három újságban volt benne, három részletben. Hogy vezette le, hogy ha egy ilyen fekvő nyolcast a komplex síkba teszel, akkor a fekvő nyolcasnak megjelenik a 90 fokkal elforgatott változata is. Tavaly a tanár úr itt be is mutatta, le is vezette nekünk. És ez a lényeg, hogy a leges-legutolsó oldalig, ha elmész, a leges-legvégéig, akkor ott megjelenik ez a levezetés. Na ott már megjelent, ott az, már megjelent az, ez a négyszirmú virágnak látott valami. Ez nem egy négyszirmú virág, ez egy időforrás. És aztán ezt ő mindenhol berakta, minden részbe berakta, de a legutolsó részbe, aztán levezetve is belerakta itt a végén, a legutolsó helyre, hogy ha a fekvő nyolcasnak megjelenik egy álló nyolcas változata is a komplex síkon, akkor ezen érdemes elgondolkodni, mert akkor a komplex térben is megjelenik az almaszerű felületnek a 90 fokkal elforgatott változata, és ez nem más, mint az idő forrása. Az időről mindenféle zagyvaságot összehordtak már, ami csak a csövön kifér, de nem találták el. Tehát az, aki ezzel foglalkozott már, azt pontosan tudja, hogy mi ez, de nem lehetett elterjeszteni, mert görcsösen ragaszkodtak valamihez, ami hát mint annak idején a Galileinél. Görcsösen ragaszkodtak. De hát kérem szépen, ez egy butaság, de akkor is görcsösen ragaszkodtak hozzá, ugye, hogy az idő, az a történelem, meg az óra, és azt nekünk annyira mondják most, bárhol megkérdezed, mi az idő, kvarcóra, atomóra, vekkeróra, mindent mondani, meg történelem. Kész, ez az idő. Hát az nem az idő. Ez egy az időben lezajló folyamat. De ez nem az idő. Hanem az időre kéne valami okosabbat kitalálni, az biztos, hogy az idő dinamikus. Most teremtsél egy olyan világot, amiben nincs idő. Nem fog menni, mert mondjuk a Bibliát megnézed, az egy folyamat. Az Isten a világot 6 nap alatt teremtett, vagy a Földet pontosabban. Erre mindenki fölkapta a fejét, értem, hú, bemagolta, tudta, hol, hülyeség. Nem a kijelentés hülyeség, hanem amit következtetett belőle, a nagy butaság. Mert tudnélik, nem a Föld golyót, a Föld tekét
az óceánjaival, meg nem ezt teremtett az Isten 6 nap alatt, hanem a neutront. A neutron az egy vagy atomi részecske, minden kijön belőle. Tehát a neutront, ha gerészted, akkor lesz belőle proton meg elektron. Mi van az atomokban? Proton, elektron, neutron. Meg lehet csinálni az anyagot belőle, kész. Már nagyon variáltak vele, nagyon próbálkoztak, nem jöttek rá. Mert arra sem jöttek rá, hogy mi az anyag. Mint ahogy nem jöttek rá, hogy mi a gravitáció. Mik a gravitációs hullámok. A gravitációs hullámokat úgy bizonyították, hogy összecsaptak két fekete lyukat, bám! És egy lúrvetes nagy durranás, pukkanás, és 20 millisekundumos impulzust keltett. Tudod, mennyi az a 20 millisekundum? Ennyi. Ennyi a 20 millisekundum, hogy pislogsz egyet. Nem, bocsánatot kérek. Ez nem jó. Hát arra gondoljál, hogy legyen egy fekete lyuk nagyon kicsi fizikai méretű, tehát 50 kilométer. Na de hát, gyerekek, 50 kilométer az alatt, amire az ott egyesül, meg mire működni kezd. Á, ne vicceljetek már, és nem pattan el egymásról, de nem ám. Egy olyan kemény tömör anyag, ami egy atommag. Olyan tömör, a fekete lyuk az olyan tömör, mint egy atommag. Kőkemény, az csak neutronokból áll szinte, de ha van benne egy darab proton meg egy elektron, akkor az már egy hidrogénatom izotóp. Jaj, a fizikus barátaimat hergeltem ilyenekkel, és igen, tényleg, hát mondom, tényleg. Tehát itt van a lényeg, hogy nem tisztázták az alapdolgokat, tehát magát az időt kellene tisztázni. Ez az időnek a forrása, most ott forog, ez az a két ilyen paradicsom, vagy alma, vagy mit tudom, milyen felület, és ezért van az összes mitológiában az Éva, az almával, meg a... Hát ezért van. Valamit kérdezni akarsz, mert úgy föltetted a kezedet. Mondjad. Jó. Ha föltetted a kezedet, csak az, mert így tetted fel, azt hittem, hogy kérdezni akarsz. Tehát ez már egy haladott állapot, mert itt már megnyilvánul az időforrás. Az időforrás még előbbre is vezethető, amikor még nem ilyen duplázott, hanem egy, hát igazából egy toroidot be lehet mutatni. A toroid, a, tudjátok, a toroidot azt mindenki tudja, ugye? Mert az az úszógumi, mondjuk, egy autó belső, az egy toroid. Ha föl van fújva, akkor az egy toroid. És ez már olyan toroid, aminek a közepén kereszteződik. Tehát itt már olyan pici kis helyen megy át, egy pici helyen megy át, úgy hívják a misztikában, képzeld el, megtaláltam, a jelent úgy hívja, hogy szorongás. A jelent magát. Hol a jelen? Hát abban a kereszteződésben, és csak ott van, máshol nincs. Van-e ilyen benned? Hát csak ez van benned, persze. Hát az összes atomod ilyenből épül fel, amit most láttál itt forogni, ilyen időforrásokból épülsz föl, az összes anyagod, a benned lévő fény, energia, az mind. Az élet is ezen alapszik, tehát érdemes vele foglalkozni. Tehát mozgás nélkül nem lehet megcsinálni a világegyetem keletkezését. Az, hogy ősrobbant, az egy marhaság, ott pedig egy pap találta ki, de marhaság, na. Nem robbant, mert akkor már, gondolj bele, nem gondolkodik, hanem azt mondja, ha kész van az összes anyag, bum, szétrepül, megvan. Na de hát magát az atomot nem tisztázta, hogy hogy működik, semmit sem. Kész, fölrobbant. Van gyerekek, mondom, ennél kicsit jobb kellene már ma. Szedjétek már össze magatokat. Tehát, hogy ez a toroid van transformátorban, meg mindenben ott lehet látni, ilyen kis gyűrű alakú vasmag, amit megtekercsenek részdrottal, az a toroid trafó. És az nagyon jó minőség, nagyon jó hatásfokú ezek a toroid trafók, nagyon jó hatásfokúak. De ilyen toroid önmagában elég sokáig létezik. A delfineknél figyelték meg, hogy játszanak ilyen toroiddal. Úgy, hogy vesz egy levegőt,
köp egy ilyen toroidot a szájával, és akkor az egy ilyen gyűrű lesz, és így megy, nem megy föl a víz tetejére, ó, hát akkor hogy van? Hát fajsúly. A levegőnek a fajsúlya sokkal kisebb, de ez ezt nem tudja, így megy vízszintesen. Lökéspullám? Nem. Nem, hanem az az örvénylő rendszer, az nem hajlandó fölfele bugyborékolni, mint ahogy kellene, hanem így vízszintesen megy. A delfin megy utána, játszik vele, amikor kezd bedögleni neki ez a forgása, akkor leharap belőle egy darabot, már ki van a technikázva az agyába, leharap belőle egy darabot, és akkor megint meglöki, és akkor nézi, hogy hogy megy. Ezzel játszanak a delfinek. Működik a dolog. Tehát ez nem valami elképzelés, meg nincs is olyan, hát a delfinek is játszanak vele, ott majd mindjárt talán meglátjuk, hogy köp egy ilyen gyűrűt, és akkor ez a gyűrű, amit az ujjamon van, ez egy toroid. Na, ilyen alakú buborékot köp. Majd nézd meg mindjárt, hogy játszik vele. Buborék, ilyen gyűrű alakú buborékot köp, nézd csak, ott megy, de vízszintesen megy, a másik is köpködik. Egymásnak is rongálják, hogy toroidját. Tehát játszanak vele a delfinek, az Istennel játszanak. Nem fogod elhinni, a teremtéssel játszanak a delfinek. Lehet, hogy a delfinek okosabbak az összes fizikusnál? Nekem van egy érzésem. Mert a delfinek ott van, nézd meg, milyen szabályos gyűrűket köpnek, látod? Ilyen szabályos gyűrűket. Ezt egyébként szerintem egy búvár köpködi. De a delfinek nagyon élvezik ezt, nagyon játszanak vele. A teremtéssel játszanak a delfinek. A delfinek egyébként nem a Földön születtek. Ahogy a búzának, meg az árpának, meg az összes nagy haszonnövénynek az őse nincs meg a Földön, rokona van, meg ismerőse, meg boldog őse, az nincs. Tehát nem Földről származik, hanem úgy hozták ide a vetőmagot. Bizonyították genetikailag, csak össze-vissza hadoválnak. Persze, mert meg kell akkor mondani, hogy Földön kívülről hozták, de Földön kívüliek meg sose voltak, ugye? A se a vallásosok nem akarják beismerni, se a technokraták, se nem akarják. Parancsolj! Egyik érdekes dolog, a delfin, amivel játszik, hogy az középen nem, nincsen jelenpontja, hát ez csak egy toroid. Ennek még nincs jelenpontja. Ami nagyon érdekes és megfigyelhető volt, hogy szétszedhető, és hozzá is adható, és az is. Igen. Tehát ők tudják, hogy ezt hogy kell csinálni. Így van. Hozzáad, levesz belőle. Hihetetlen. Nem ollóval megy. Tehát ezt ollóval próbálja meg levágni belőle. Nem lehet ollóval azt levágni, nem. Ő a szájával úgy tudja elcsípni, megcsípni, hogy működik. Pontosan ugyanaz a spinnye megvan a másik. Úgy van. És ugyanabban az irányba is meg. Úgy van. Ennek azért van jelentősége, mert az az időről szól ez az egész, ez az idő legelső megjelenési formája, ez nem megnyilvánult. Azért nem megnyilvánult, mert ez érzékelhetetlen, legalábbis a mi eszközeinkkel teljesen érzékelhetetlen, mert nincs rá még eszközünk. A Földön kívüliek azt mondták, hogy 10 originális van a világegyetemben összesen. Beszéltem velük, onnan veszem ezt az egészet. És általában, amiket elmondok, azokat én onnan tudom, hogy elmesélték nekem a történetet, hogy működik a világ. Tudod, az embereket ilyen hülye idiótának látják, nem is csodálom. Tehát behoznak valakit, az elkezd csapkodni, hisztizni, rugdalni, mindent csinál. Én megmondtam, hogy tudtok egy neutronot mutatni nekem? Érted a különbséget? Ezt ez ilyen érdekli? Hát ez egy ilyen ősember, és ezt érdekli ezt az ősember? A neutron szerkezete? Hát hogy? Mondom, de érdekel, csak mutasd meg, és megmutatták. Hát ez a lényeg, hogy az emberek mit csinálnak? Sikít, csapkod, őrjöng, ordít, rugdal, mindent csinál. Ez a kulturált viselkedés, tudom, értem. De be van csinálva, nem tudja, hogy mi történik vele, és hát ez van.
Tehát visszatérve, az időt kellene először tisztázni. A János könyve három érdekes mondatot ír. A kezdetben vala az ige először Isten vala, később minden, ami lett az igéből lett. Itt ott van a Bibliában. Van, ahol már úgy fordították, hogy nem Isten vala, hanem Istennél vala, ami tökre ugyanaz. Tehát, hogy benne van, önálla van még kezdetben, és később minden, ami lett az igéből lett, ugye? Tehát minden, az akkor minden. Ne szépelegjél minden. A kutyaszar is abból van? Igen. Minden. És akkor mi az ige? Te hány 11 éves vagy, ugye? Mi az ige, tudod? Cselekvés, történés és létezés. Kifejező szó, és három. Három ideje van, jelen, múlt és jövő. Egy 11 éves gyerek tudja, és a fizikusok ezt nem tudják? Értitek, mi a baj? Mert az Isten így elétette, már 11 évesen ezt tudja, akkor hogy a fenébe van, hogy ötödikes korában egy gyerek már tudja, és ott van a fizikus, a három diplomájával, meg a doktorja, és közben nem tudja, mi az idő. Aztán fizikus. Össze-vissza hadoválnak, vagy direkt néznek minket hülyének, vagy ők ilyen hülyék. Ez a két lehetőség van. Tehát lehet, hogy nagyon is tudja, de nem akarja neked még véletlenül se elmondani. Nem akar téged rávezetni. Jobb, hogyha te hülye maradsz, majd mindent eladok neked. Mindenre dobozra ráírom, hogy nyú, aztán te megveszed, mert ez új mosópor. Új a fenét. Szélámoskodnak vele. Hol a szilárd mosópor a legjobb, hol a folyékony, hol a kapszulás, hol a izé. Jó van. Bolondítanak és piszok drágán adják. Tele van kőporral, meg mindennel, a szélámoskodnak vele, ugye? Tehát miért kell az a kőporoldó a mosógépben annyira? Hát azért, mert a mosópor tele van kőporral, hogy jó, nehéz legyen. Megméred, tényleg 3 kiló. Tényleg annyi. Hú, persze, de tele van kőporral. Ami persze lerakodik a mosógépedbe, és nézegethetsz, hogy elromlik. Tehát visszatérünk, megtaláltad a... Micsoda? Az a... Mi volt? Keresek. Ja, keresem. Jó. Nem tudom. Na, ott van az időforrás, az. Ez két irányba forog tulajdonképpen. Itt csak egy irányba, de mindegy. Két irányba forog, és foroghat egyszerre. Mert ő nem anyag, nem tárgy, hanem ő az időforrása. Ez az első, vagyis a második állapotom már, mert itt már nem toroid, hanem középen kereszteződni kezd. Egy toroid csavarodik, akkor a közepén lévő kis lyuk a végén elkezd kereszteződni, hát így csavart gondolatban, és elkezd, akkor abból középen egyszer csak kereszteződik. És amikor keletkezik, vagy kereszteződik, akkor keletkezik a jelen. Akkor megjelenik a jelen, akkor jelenik meg az, amit én az előbb szorongásnak mondtam. Mert az egy pontszerű valami, amin átmegy az idő, egyre szűkebb, aztán utána egy pontba kereszteződik, és aztán jön kifelé a túloldalon, ott már múlt. Ami befele jön, az a jövő, ami kifele megy, az a múlt. De ez az időforrásban így a végtelenségig kering. Sőt, elkezdi megduplázni saját magát ezzel, hogy megjelenik a jelen, elkezdi magát megduplázni, és azzal, hogy megduplázza magát, elkészült az idő forrása. Ami kiárad, gömbszerűen kiárad, gömb alakokba árad ki, nem ilyen síkhullámok, meg síkba, meg ezek marhaságok, hanem gömbhullámokba. Parancsolj! A megduplázódás az ugye, itt azt érted alatta, hogy a komplex síkkal ábrázolható. Úgy van. Azért kezdtük a komplex síkkal, csak egy komplex térre kell már gondolni. Az a komplex számokat nem köré riadozni tőle, nem tudták az időt, tágulását leírni. És a komplex számokkal írták le, tehát kitaláltak egy olyan XYZ koordináta rendszert, amiben tágul a nulla.
tágul az idő. És akkor meg volt oldva, és valami. Persze, mert egydimenziós időt nem tudja elképzelni senki. Ez egy egydimenziós gömb. Mesterséges intelligenciát bevittem az erdőbe ezzel kapcsolatban, nagyon jól bejött az erdőbe. Mondom, ha-ha-ha, az akkor hány dimenzió? Hát akkor az négy. Mondom, ne, hát azért gondold végig, hogy a mondjuk a Minkowski tanár úr, aki az Einsteinnek volt a matematika professzora, ugye, Zürichben, a Minkowski tanár úr leírt egy egydimenziós időt. Úgy is mondják, hogy negyedik dimenzió. Így mondják? Most bocsánatot kérek, ha negyedik, akkor nem plusz négy, hanem a negyedik. Az azt jelenti, hogy van a három térdimenzió, meg van hozzá egy idő. Ez is egy maraság, mert nem így működik, de ott megjelenik az, hogy egydimenziós idő. Azt már Minkowskinál megjelenik. Itt van az időforrás, és hogy az áramlás hogy megy rajta. Így megy rajta az áramlás a felületén. Ez az a bizonyos alma, amit a fáról az éva lecsakít. Persze ez az éva, ez nem az az éva, akit mindenki gondol. Nagyon szép cicsia van a rajzokon, meg minden nagyon szép. Popsia is nagyon szép, de nem arról van szó. Mesztelendőt akartak rajzolni, és ez egy jó alkalom volt rá. Ádám, éva. És akkor főrajzolták a Sixtuszi kápolnába, Ádám az egy ekkora kis pöccsel, és akkor fú, de szexis az egész. Ugye? Ez volt. Nézd meg, ott van a Szent Ádám, ott van kirakva. Hát, ja, és akkor az Éva, az Évát az oldalbordájából csinálta az Isten. Ugye így van a mitológiában, vagy a keresztény mitológiában. És ez igaz, csak nem úgy, ahogy azt mindenki elsőre értette, hogy Ádámot elaltatták, akkor kivettek egy oldalbordát, de a férfiaknak ugyanannyi oldalbordája van, mint a nőknek. Pici baj, nem nagy, de hát akkor az Ádámoknak minek kellene egy oldalborda hiányának lenni, de nincs. Nagyon ciki. Nagyon ciki. Ez ugyan, amit átoperáltatja magát, ő baromira átoperáltatja magát, fiúvá őrült milliókért átoperálják, ha lesz neki egy ilyen semmire való pöcse, de egy nagy baj van. Nincs Ádám csutkája, ordít róla messziről, hogy ez egy nő. Se felnézem, se lenézem, nem. Csak ordít róla. A nőknek nincs, a fiúknak van. És ez nem rossz vagy jó, hanem ez tény. Hát itt van a baj, hogy ezt az időforrást nem kezdték el analizálni és vizsgálni, pedig ez az időforrás, ha már így kereszteződik ott középen egy pontban, tehát már van jelene, akkor azonnal megjelenik neki a 90 fokkal elfordított változata is, abban a minutában megjelenik. Ahogy megjelenik ez a kereszteződés, akkor már elkezd oszcillálni, és két lét között kezd oszcillálni. Hogy kezdődnek a meséink? Csókollak. Hol volt, hol nem volt. Mit jelent ez? Ez egy oszcilláció. Akkor is volt, valahol, amikor nem volt. Igen, mert az a másik univerzumot kelti. Egy másik univerzumot kelt. Ezt képzeld el, ami ugyanitt van, csak ellenütembe. Az egy antitér, antianyag univerzum. Ugyanitt van, csak ellenütembe. Hát, ha ide jönne, baj lenne, mert akkor egy őrületes nagy bum lenne belőle, a lenne nagy bum, de nagyon nagy. És megsemmisülne. Hát, de most gondolj bele, hogy most majd 100 kiló, mondtam valamit. 100 kiló anyagban annyi fény van elraktározva, hogyha az kiszabadul valamilyen oknál fogva, hát gyerekek, még egerből is csak egy gödör maradna. Egerből egy gödör maradna, azt képzel, pedig az ide 36 kilométer menny. Tehát akkor nagy badabum lenne belőle, hogy megölelnénk egymást szerelmesen, én anyagból, te antianyagból, ez a szerelem, és megölel, gyerekek, akkor még Budapest is gödör lenne. Igen.
Ez bizony egy ilyen veszély. Itt a képen látszik ez a megkettőződés, ez ketté van vágva, hozzáteszem, azért, mert ez egy térbeli formáció, itt azért van ketté vágva, hogy lássad. A metszete hogy néz ki? Mint a négyszirmú virág, ugye? De ez közben, ez két almaszerű felület, amik egymásban vannak, és ez a valami az, ami a világegyetemnek az egyetlen működő része, képzeld el. Atom, víz, semmi. Ez az egyetlen. Nincs is más az univerzumban. Csak ez. Ebből keletkezik majd a téridő, aztán a téridőben a fény, aztán a fény mellett keletkezik benne anyag, lelkek, emberi lelkek, állati lelkek, isteni lélek, minden. Tehát akkor meg lesz a teremtés, de a teremtés hely nélkül nem működik. Hely, de mi a hely? A kiáradás még nem hely, akkor hely, ha téridő kiáradás. Jót mondasz tulajdonképpen, de a téridőnek a kiáradása, tehát a téridőnek kell keletkezni. Tehát az, hogy felrajzolsz egy koordinátarendszer, x, y, z, és akkor a origóból megy egy ilyen gömb, az az idő, mert így képzelik el, szar. Rövid négybetű szóval lehet jellemezni, szar. Nem jó. Tovább kell innen lépni. És akkor tudunk tulajdonképpen egy igazi jó indulást csinálni, ha csinálunk egy valódi téridőt, nem ezt a vackot. Tudni, ez először is abban, amit felrajzolnak ma, nem oszcillál az idő, egy analóg idő van benne, ami fénysebességet tágul. Indokolni még nem tudják a fénysebességet, ugye, mert az térben kellene indokolni. Tehát ezért elé rajzoltak egy téridőt, és egy koordinátorrendszert is abba tágul. Hát persze. Ahogy a Móriczka elképzeli. Tehát sokkal pontosabban kell dolgozni, mert ha ezeket kihagyod, akkor minden rossz lesz. A téridő keletkezéséről kellene, van egy sorozatunk a téridő keletkezéséről. Az még a vízelemek, de jó, mehetünk a vízelemekhez. Tehát a vízelemek megjelennek, ez egy terjedő, oszcilláló idő, ez gömb, csak metszete, ez a metszete. Ez gömbszerűen terjed, fénysebességgel terjed, ez maga az idő. Ez színtiszta idő, itt nincs tér, hanem ez maga az idő. És én úgy rajzoltam le, hogy sárga-fehér, 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 ugye? Mert a másik oldal az a másik szín. Most mindegy, milyen színre festem, vagy sárgára, kékre, zöldre, az tök mindegy. Lényeg az, hogy az egy másik színnel van ábrázolva, és ez maga az idő. Tehát már időnk van, de nincs semmi más. Van-e fény? Hát még nincs. Vak sötét van, az idő van már, de vak sötét van. Tehát nincs egy szikrányi fény, hát még nincs fény. Ja, hát arra nem is beszélve, hogy szem sincs, ami nézze. Hát ugye, hol vagyunk még az anyagtól, meg az embertől? Mindjárt ide próbálnak ugrálni, hogy csak ne kelljen gondolkodni. Ősrobbanás, fölrobbant, kész, megvan. De az összes anyag már készen van. Ja, az összes fény is készen van. És az robban szét. Aztán mondd már meg előtte, hogy mi a fény, mi az anyag, és akkor én elhiszem neked. De nem tudja. Itt kezdődik a baj, hogy nem tudja, hanem nagy arcoskodik, meg higgyel neked az ipari áram, nem hiszem el. Nem jó, jobbat kellene csinálni. És ezt a jót csináljuk mi most együtt. Ezek a vízelemek, amikor elérik egymást, ezek a terjedő hullámterek, akkor ezt csinálják, elkezdik széttolni egymást. Méghozzá fénysebességgel, és tulajdonképpen gyorsulásról sem beszélhetünk, mert ennek nincs tömege. Az időnek semmilyen tömege nincs, ezért abban a pillanatban már is fénysebességgel tud mozogni, és ez terjed szét, és lökik szét egymást. Ebből a büdös rohadt életben nem lesz teremtés. Ez indulásból jó, ahogy megvan az idők közti kölcsönhatás. Az a pöty-pöty-pöty vonal a közepén, ami volt, emlékeztek rá? Az előbb volt egy ilyen, két ilyen terjedő valami. Hol láttál ilyen
Szál, igen, nézd csak, de hol láttál ilyet? Ott a közepében van két ilyen karikaszerű, ugye, az a jobbos-balos. De hol láttál ilyet? Ki volt a Mátyás templomban? Te voltál egyedül a Mátyás templomban? Na, mert voltak egy páran, de azért kevesen. Van internetünk? Akkor a Mátyás templomban kellene az az ablaka, ami azért érdekes, hogy a Mátyás templomnak van egy ablaka, ahol a női ablak, ráadásul, nem beszélnek róla, de alatta volt egy gyontatószék, nem tudom, hogy még alatta van. Az ablak alatt? Már nincs, kirakták? Kirakták a Jézus oltárt is onnan. Igen, mert eredetileg ugye a pálosok azok még tudták ezt. Így van, a Vince atyával én beszélgettem, azok még ezt tudták. Már meghalt a Vince atya, de volt nálam kétszer is fönt a lakásomon és minden, szóval jobban voltunk a Vince atyával. Mit lehet ezen látni, ezen az ablakon? Ez most speciál ez az ablak, na de hogy néz ez ki? Négy forrás dől belőle kifelé, látod? Négy forrás folyik kifelé. És ez a négy forrás, ez a négy teremtés, nagyon fontos elem. És van ott egy furcsaság, ott van a közepében egy bárány, egy keresztel. És még valami furcsaság van, aszimmetrikus. Az ablak nem koncentrikus körökből áll, hanem ilyen teljesen félrecsúszott aszimmetrikus. Hát persze, mi volt az előbb az időfizika ábrán? A pöty-pöty-pöttyös, piros pöty, ugyanez volt, nem emlékszel rá? A haladó időforrásnak a maximális sebességgel halad, amikor még vízelemnek lehet nevezni. Nem lépte át a saját terjedési sebességet. A vízelemek egymást így nem tudják késztetni, de, hogy átlépje, de majd lesz olyan is, hogy tudják. És itt van a lényeg, hogy van nekünk egy ilyen ablakunk, ez ott van a Várhegyen, hát fölmentek és megnézhetitek, vagy ha arra lusta vagy, akkor menj el a Gellért egy oldalába, ott van a kolostor, az a kis pálos kolostor, és ott is megvan ugyanez az ablak, csak más vele megy. Ez balra megy, ez az ablak forrása, de milyen fenének hívják azt a sziklakápolna, igen. Na, a sziklakápolnában is megvan ugyanez az ábra, és ezért érdemes vele foglalkozni, hogy ott van ez a Mária ablak. Ott a kisdeddel van a Mária a sziklakápolnában. Nem egy bárány van ott, hanem egy kisded van a boldogasszony kezébe. És ez a lényeg, hogy van ott egy ilyen kicsi ablak, nem túl nagy, ilyen ekkoracska lehet. Nem túl nagy ablak. A Mátyás templomban jó nagy van, de itt csak ilyen ekkorácska ablak van. És ott egy kerek ablak, ugye, ott van. Nézzük, ez az. Nem ez az. Az. Ja, jó. Hát nem igazán rajzolódik ki rendesen. Az a lényeg, hogy több helyen is megvan a magyar mitológiában, meg a keresztény mitológiában, de meg lehet ezt találni máshol is, sok helyen. Tudnék, ez az első, amikor megmozdul a forrás, egymást kezdik taszigálni ezek a források, és mert nem egy darab forrás van, egy darabból nem tud elindulni. Ha a földönkívüliek nekem azt mondták, hogy 10 darab van összesen, ami originális. Az összes többi már nem originális. Na, ott látszik, ezen most itt látom. Ugye, hogy ez fölfele megy. De ugyanaz a vízelem, tehát ugyanaz, ez egy Doppler hatás, vagy egy kék eltolódás és vörös eltolódás, ha fizikus vagy, de ez az. Az van ott ábrázolva, a templomban vörös eltolódás, ne hülyeskedj meg kék eltolódás, ne hülyeskedj, és ott van. Parancsolj! Tíz originális forrás, és ezekből valamennyi létrehoz egy anyát, meg egy
Nem hoz létre. Az originális nem hoz létre egy anya. Vagy akkor ő anyára válik. Nem válik, ő anya. Tehát balra forog, vagy jobbra forog, ez csak ennyi. Az originális az vízelem, vagy tűzelem? Az originális az vagy vízelem, vagy vízelem. Vagy tűzelem. Tehát az a lényeg, hogy, és azt akarok kérdezni, hogy az originális sok, mint anya, meg atya, azok létrehozzák a téridőt, és akkor ott benne kialakul a világítás. Úgy van. Viszont mi van akkor, hogyha én azt mondom, hogy létrehozzák valahol a téridőt, és akkor viszont közben ugyanígy a létrehoznak anya, meg atya, az létrehoz egy olyan téridőt, ami a kettő, az még nem folyik egyben. Akkor mi van? A hány helyen? Ez történik. Pont ez történik. Tehát akkor, amikor ezek már tűzelem formáim, mi nem tartunk ott, de majd mindjárt ott tartunk. Tehát itt csak a vízelemnek a mozgását próbáltam bemutatni, hogy ezek meglökik egymást és mennek, és egy ilyen aszimmetrikus időrendszert adnak ki magukból. Ez nem jobb vagy rosszabb, csak aszimmetrikus. És akkor ilyen vízelemekből, ha három taszít egy, vagy kettő taszít egy harmadikat, akkor már egy érdekes dolog jön ki belőle. Itt van. Itt három taszít hármat, mert hogy igazából mindegyik taszítja mindegyiket, egyet kiemeltem belőle, az 1,72-vel megy, tudom én, annyival löki meg, mert ugye erre megy, ez két vektorszerkesztés, tehát ez nem valami dráma, ugye, egy parallelogramma szerkesztés, hát ez semmi. Az egyik sugárirányban meglöki, a másik is sugárirányban meglöki, lesz belőle egy ilyen kettős nyíl, ugye, és ennek az eredője az ide fog esni, tehát gyorsabb lesz, mint ahogy meglökte egy. De amikor egymást meglökték, még vízelem maradt. De amikor már ketten löknek meg egyet, akkor már tűzelem lesz belőle, sőt, ebből három tűzelem lesz. Ezek már másolati tűzelemek, már az originális, az már furcsa, bár még originálisak, mert hogy nem változtak meg, csak gyorsabban mennek. Gyorsabban mennek, mint ahogy terjedtek. Kérem szépen, ezt felfedezték már a fizikusok, 1955-ből már leírták, felfedezték, aztán eltüntették a fiók aljára. Nem tudtak el mit kezdeni, rabba az időben lázasan védték az Einsteint, a mai napig is lázasan védik. Az Einstein sok mindenben jókat gondolt, mert azt képzelte, hogy a fénysebességnél nem létezhet gyorsabb sebesség. Kivéve a Gevi bírót, mert amikor ketten meglöknek egy harmadikat, ugye akkor egy 1,72 C-vel megy, meglöknek egy harmadikat, de azok is meglökik. Tehát három irányba szétszaladt három ilyen forrás, itt egy térbeli szerkesztést láthatsz róla. Ez így meglöki, itt csak egyet mutatunk be, amelyik arra jobbra kiszalad. Ilyen hullámtere van, és ez ugyanúgy kiárad tovább, mint addig, ugyanúgy létezik, csak most már a saját jövőjébe kezd rohanni. A saját jövőjébe kezd rohanni. Hát miért? Mert előbb van ott, mint hogy a múltja odaéretne. Tehát ő a saját jövőjébe megy állandóan. Hú-hú. Tehát akkor átlépheti a fénysebességet. Hát nincs is még fény, mit lépne át? Még fény nem létezik egyáltalán. A múlteredési sebességét átlépheti, ahogy mondod. És ez a múlteredési sebesség, ez mindig C, tehát az Einsteinnek abban igaza van. Az az esemény horizont. Megvan az Einsteinnél bizonyítva, 100 000-szer bebizonyítva, elmondva, leírva, publikálva. Ez megvan. Hát mondjuk talán nem annyira követték a dolgokat, mert egy kicsit méregettek, és akkor kiderült, hogy a hidrogén színképvonal valahogy meghasad, ahogy számításokhoz képest, felfedezték a hidrogén színképvonal felhasadást, és ettől kezdve a tahionokat. A tahionok így hívják a fizikában. Ez a misztikában a tűzelem.
ez a tűzelem. Nem egy másik valamiről van szó, ugyanarról van szó. Fölfedezték, a vízelemet kifedezte föl. A Minkowski. A vízelemet kifedezte föl? Kifedezte föl a tahionokkal? Eugén? A lampféle színkép van a lehetszolódás. Úgy van. Csak figyeltem, hogy figyeltek-e. A lamp. Tessék, pontja. De még ekközben, hogy ezek haladnak, közben nagyon sokan kifelejtik, hogy ez közben folyamatosan a komplex, meg a másik, az folyamatosan váltakozva. Úgy van. Mint még el az ebrán. Látszom, nem látszom. Látszom, nem látszom. Igen. Minden más ebből fog fakadni. És akkor, amikor majd ezek a tűzelemek belerohannak egymásba, az lesz a nagy csoda, mert akkor jön létre a Szentlélek. A Szentlélek kezdetben nincs. Ez, amiről beszéltünk, ez az idő. Nevezheted szentnek, vagy aminek akarod. Ez az ige. Ez az ige. De az ige hirdetést, hát az kicsit már félre csúszott, tudod, a fejekben. Igen. Mert hogy az a verba, az eredetiben 280-szor van, az eredeti latin szövegben, ami már szintén kifordított Ferditet, mert Ferditet fordított az már, egy Sopronikus fordított a latinra. És volt a Septuaginta, az meg a görög, az meg előbb változata a Bibliának, az a Tórának egyfajta fordítása. De talált, nagyon sok más könyvet is találtak, amely ugyanez van leírva, tehát egymástól tökéletesen idegen, máshol, semmi köze nincs. És mégis ugyanaz van leírva, megtaláltam indián népmesében a téridő születését. Semmi köze ahhoz, amit itt magyarázunk, de mégis ugyanaz van leírva. Csak amikor már beavatott szemmel nézed, akkor rájössz, hogy ja, hát ez a téridő. De csak akkor veszed észre, a büdös rohadt életben nem jön rá senki. Mert nem úgy akar hozzáállni, mást akar. Ez a lényeg, hogy mást akar. Nem, ő nem úgy akar hozzáállni, hanem ő vagy vallásnak akar megfelelni, vagy fizikának, vagy mit tudom, énnek akar megfelelni. Ott van a megoldás, szétültetlek benneteket ott. A Kálmánt ültetem szét leginkább. Na. Nem hallja. Nem hallja. Vágd fejbe a Kálmánt, légy szíves, csak az én nevemben, mert... Nem hallja. Azt se hallja. Két süket. Zenész, ugye? Meg vannak süketülve az izétől, a 100 000 watttól meg vannak süketülve a fülük, nem hallják. Na, háttérművész úr, ne fecsegjen. Na, tehát a lényeg, hogy hát képzeld el, hogy egy zenébe ez valaki egyszer csak beleprüszköl, amikor ilyen nagy csend van, és akkor ilyen ordítva, harsogva beleprüszköl, hát tönkre teszi az egész előadást. És ez még beat zenében is így van. Amikor éppen olyan nagyon el van mindenki olvadva, épp is akkor valaki bebohockodik egy ilyet. Parancsolj! Ha már itt tartunk, bocsánat, a kitérésre, mi az, amit koncertfelvételnek állva valami nagy túladással leesik? Akármilyen... Telefon! 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 A zsebébe rakja, azt kiejti a zsebéből, aztán leveri. Ilyen van, vagy leveszi a cipőjét, és akkor leesik. Igen. Tehát visszatérve, amit most itt fölakad Peti, ez a tűzelem hullámtere. Hogy is van ez? Gondold végig? Hogy elől, még a kis gömb előtt megy egy pont, az a legkisebb, az egy pont lenne, de már lelógott a képről jobbra, aztán egyre nagyobb gömbök lesznek, mert ő közben halad. És miközben halad, pöfékel. És ahogy pöfékel, egy ilyen hullámteret hoz létre. Az elején egydimenziós gömb van, ott még nem megy egymásba. Aztán, amikor ott egymásba megy, van ilyen lencse alakú rész. Úgy hívják a művészet történetben azt, hogy mandorla. A Pap Gábor szokott róla tanítani, a mandorláról.
És ha megnézed, mondjuk ilyen mandorla van a Mátyás templomban, az oltáron, ugye? És ott van benne a Mária meg a kis Jézus. Tehát picit sem arról van szó, mint a, mert ez a nagy boldogasszony, meg a fiú, aki a, az Úrnak a fia. Vedd észre azt, hogy Úzaj, mondják törökül. Az a téridő, képzeld el. Úzaj, az Úrnak a zaja. Mert ugye az Ú az rezeg. Nem zenét játszik, hanem rezeg. De össze-vissza, miért össze-vissza? A téridőt elérik a teremtményeinek a hullámai, és ahogy mint ahogy a nagypapa ül kinn a garádicsba, és akkor nézegeti a dédunokáit, meg az unokáit, meg a gyerekeit, meg nézegeti, és azok sikoltoznak, nevetnek, röhögnek, kiabálnak, mindent csinálnak, ugye? Élnek. Na ugyanezt történik magával a teremtővel is. Ő nézi a kis unokáit, hogy hogy visonganak, meg hogy örvendeznek, meg hogy sírnak, meg hogy történik velük minden. Hát mindegyiknek nem tudott segíteni, majd meg lesz, aki segít. Mert ő már nem tud segíteni olyan könnyedén, de nézi őket. És ez a zaj, ami ezektől származik, ez eléri a kezdeti forrást. És ahogy eléri, össze-vissza cirkulálnak. Ezért milyen érdekes, hol fedezték ezt föl? Az elektronnál fölfedezték. Igen. Az elektront nem tudja leírni pontszerűen, pedig pontszerűnek mondható, de nem tudja leírni pontszerűen, hanem milyennek írja le? Egy felhőnek. Hát azért írja le felhőnek, mert N helyen van, baromi sok helyen. Na, az az N az valamekkora szám, egy nagy szám. Hát akárhány helyen van, mindegyikben máshol. De miért van mindegyikben máshol? Úgy van, különféle időkésedelemmel érnek oda hozzá ezek a hullámok, az originális időhöz képest, ezért N helyen ábrázolják ezt az elektront. Ezért látott felhőnek. Teljesen logikus. Ezt fölfedezték a fizikába, csak nem tudták hova tenni. Tehát ott kezdődik a probléma, hogy rengeteg fölfedezés van bizonyítva. Amiket elmondok, ezeknek egy jelentős része bizonyított. Csak nem gondolja végig. Végig kéne, le kéne ülni egyszer, lerajzolni, meg kiszerkeszteni. Ezek, amiket mi csináltunk, ezek szerkeszthetők. Megy egy időforrás, és közben pöfékel magából. Tessék lerajzolni, és mi lesz belőle? Az a tahion, amit az előbb mutattam. Kész. És akkor az lesz. És nem kell hozzá mit tudom én mit elhinni, meg a Gyuri mit mond. Mert nem érdekes, hogy én mit mondok. Nem én vagyok a fontos, hanem te. Te vagy a fontos azért, hogy megértsed a világot, és attól kezdve nem elhiszed, hogy ilyen a világ, hanem biztosra tudod, hogy ez így működik. Ezt tudod, mekkora dolog? Senki nem tudja. És tudod, hogyha te maga biztos vagy. Tényleg. Hát azért nem kell mindjárt mindenkinek harciasan elhíresztelni, mert agyonvernek. Mágiára állítanak, nyugodj bele. Hát legfeljebb nem a főtéren úgy állítanak mágiára, mint a Giordano Brunót mondjuk, hanem a kocsid alá beraknak egy gyújtóbombát, a benzintagodba aztán megnyomják a gombot, bum. Mint ahogy nagyon sok ilyet kivégzést csináltak. Most is van inkvizíció, ám nehogy azt hittem, hogy nincs, van. A Vatikának van inkvizíció, hát festik magukat a végtelenségig, de van. És hogyha valaki úgy tesz keresztbe a Vatikának, akkor az valahogy rendel fogják utasítani a megfelelő módon. Mint azt a bankár. Jaj, itt van, nagyon szép. Igen. Ez a mandorla, látod? És mellette mi van? A tűzelem. Az a hegyes. A másik oldalon ugyanolyan van. Tudnék, amikor ezek egymásba rohannak, akkor mind a kettőbe keletkezik egy téridő, az egyik jobbos, a másik balos. Szerkeszthető, arra kell, hogy menjen, kész. Nem belebeszéljük neki, hanem az arra fog menni. És akkor keletkezik két téridő, és az a téridő, ez nagyon érdekes dolog lesz, ugye? Mert ezt én megtaláltam, 3500 évvel ezelőtt megtaláltam a téridőt. Egy időmandala néven
megvan valahol. A izémen a univerzitásban biztos benne van. De a hegedű csigájának az elején is ez van. Min? A hegedű csigájának az elején is. A hegedű csigájának a két oldalán, ugye? Azon is van egy ilyen kettős kúp, egy jobbos, meg egy balos. Ott van, tessék. Inkább a másikat, az jobban látszik. Ott, ez jobban látszik, igen, ott. Ahol látszik a csiga rendesen. Az. Hát mit csinál, ugye? A húros hangszerek azok színuszos hangzásokat adnak általában. És vedd észre, hogy sírnak tőle a gyengébb idegzetűek. Te hallja a hegedűt, és akkor van valami kis szerelmes ének hozzá, tartja a nyala egyben van. Mert ki van égve, hiányzik neki a boldogság, meg a szeretet, meg csak akkor takja a nyálai van. Ez a hegedűnél különösen erősen jön vissza, de az összes húros hangszernél is. Hát gitárnál is előjön, de nem annyira, mint a hegedűnél. Az is húros hangszer, ott is színuszos a rezeg a húrja, de azért más a pengetett, meg a folyamatosan rezgetett úr, mert a hegedűt a vonó ugye folyamatosan rezgésbe tartja. Hogy húzod rajta a vonó. Minek? A hegedűnek nem színuszos hangja van, amikor halljuk, hanem a két rezgő felülete, az hasa és az alja adja azt a hangot, amit én hallom. Igen, igen, igen. Hát ugye van benne egy lélek ráadásul. A hegedűben van egy ilyen kis pácika, kis urkapácika, és az alja meg a teteje van vele összekötve. A nagyon pontos helyen kell neki lenni. Igen. Mit? Anikinek szól. Szól csak vacakul, igen. De szól csak vacakul. Igen. Igen. Nem szépen szól, hanem ilyen valahogy szól. Nyekereg valami. Tehát ezek a hangszerek nem véletlenül vannak, ugyanúgy, mint ki az orgona, nem véletlenül van a templomban. Hát ha megnézed mondjuk Bachot, akkor a Bach leírta az egész tértechnológiát, úgy, ahogy mondom. Az egész tértechnológiát leírta, pontosan, részletesen ott van. A dimenziós szám, és minden ott van. Leírta. Nem veszik észre, mert minden mást hallanak benne, csak azt nem. Persze, mert ha avatatlan, akkor elmegy mellette. Nincs mese, elmegy. A nagyon avatatlan, a hülye, az nem néz föl a városba se. Az megy ilyen leszeget fejjel. Buskomorra megy a városba, de szar az élet. Nézd már föl, milyen szép az a hát. Ó, tényleg. Mert annyira magában van, az egójában van csukodva, hogy az nem normális. Tehát nem csináltuk, nem tettük, amit akartunk. Van. Én is. Mit kellett megkeresni? Aha, kész, vége, nekem is. Doktor úr, az utóbbi időben, hogy felejtek. Mióta, fiam? Mióta, doktor úr? Szóval... Na, akkor nézzük meg, hogy keletkezik a téridő. A piros a nő, a kék a férfi. Most a nő az egy ilyen határfelülettel van csak ábrázolva, és amikor az a forrás bemegy a nő belsejébe, akkor a ketté válik. Lesz belőle egy felgyorsuló ág, ami elmegy balra, és lesz egy visszakanyarodó ág, ami itt speciál éppen fölfele indul. Parancsolj! A ketté válható, hogy egy kettős idő. A mandorlában két idő van jelen egyszerre. Igen. Mutattuk, ugye, hogy két idő, két gömb vág bele egymásba, hát adja magát. Egyik, így van. És mind a kettő után megy a látomás, mind a kettőt követi. Ez egy látomás, meg az egész világ egyetem csak egy látomás, az jó tudni. Az egész, te is az vagy, én is, az asztala. Na, hát attól még belevered az orrodat, ha nem figyelsz, most nem erről van szó. Tehát itt, ha lépünk még egyet, akkor itt izgulni kell, miért? Hogy visszaére. Hogy be tud-e kanyarodni a határfelületnél, mert ott közel van már a határhoz, a másik az elszáguldanva semmi,
És az megmarad originálisnak, tehát megmarad az eredetinek, viszont ez visszakanyarodik magához, és ha szerencsénk van, a következő lépésből belül marad, mert közben ment a kúp jobbra. És akkor ez belül marad, és még egyet lépünk, akkor mi fog történni? Még egy kicsit, ha megy, mit belemegy a saját múltjába. Ugye, mert amit ott keltett múltat, ott, ahol elágazik a közepéből indulva, az, ami ott keltett múltat, az van ott most az orra előtt, mert az terjed, gömbszerűen terjed. És ahogy terjed, belemegy magába, és akkor belemegy magába, mit látott? Hát mit lát saját magát? Az ő képét hozza az, az ő képe az, ami ott jön. És belemegy abba, ugyanúgy, mint ahogy belement, és létrehoz megint egy elágazást, ezt itt nem ragoztam tovább, de létrehoz egy elágazást. Mindig kettőződik, igen. És ebből lesznek a teremtmények, ez nagyon fontos, csak most azt nem ragoztam tovább, mert akkor nagyon elbonyolódik az ábra. És amikor megérinti azt a múltját, az a múltja, amit ő árasztott ki. Megérinti, akkor mit lát meg? Azon a helyen, ahová piros nyíl mutat, meglátja saját magát, egy fiatalabb változatban. Pedig a jövőjében látja meg, a múltjában meglátja a jövőjét, ugye milyen érdekes bolondság. És amikor hozzáér magához abban a pillanatban, valamit, minek neveznéd ezt a kanyart, amit ott látsz? Azaz, ez a szerencsepatkó. Megvan a babonában, megám. És láttam olyan patkót, amin két életvirág volt a patkon. Tehát a két téridő, a két szentlélek volt rajta. Nem csak egy elhármas volt rajta végül? Hatos. Hatos. A téridő volt rajta. Az a életvirága, de miért az életvirágam? Hát, anélkül nincs élet. Az a virág az, ami az életet megalapozza. Ez lesz majd a hely. Most még csak az első eleme keletkezett neki, de amikor ez ugyanúgy le fogja játszani, csak mindig arrább. Tehát lejátsza mindig 60 fokkal arrább, és a végén körbe meg lesz neki a 6 helye, de nem jut 5-ről a 6-ra, mert amikor a 6. keletkezik, éppen eltörik az első, mert kimegy a múltjából. Vagy hogy nem ér oda neki időbe, inkább így mondanám. És mert nem ér oda neki időbe, akkor nincs kép. Kép az csak akkor van, amikor meglátja saját magát. Mert ez a lényeg az egészben. Van-e kérdésed ezzel kapcsolatban? Igen. Mondjad. Akkor mi a helyén való? Mi a helyes? Nem, hanem hogyha valami helyén való. Ugyanazt mondom, mi a helyes, meg a helytelen. Észreveszed, hogy a magyarban mik vannak? Helyes, helytelen. Persze, amikor nincs hely, az helytelen dolog. Nincs hely. Parancsol. Elég a két atya, tehát az is... Egy atya meg egy atya, elég. Vagy azért, mert azért valamikor oda kell élni. Úgy van. Tehát ezért mutattuk be azt a hármast, meg hogy a három tűzelem keletkezik, azok szétrohannak, abból nem lesz semmi, hát szétrohannak a fenébe. A szélrózsa minden irányába szétrohannak, tehát abból nem lesz semmi, de azok is létrehozhatnak ilyen rendszereket, és akkor egyszer csak már keletkezik olyan tüzelem, ami pont alkalmas sebessége belerohan egy férfi tüzelem, egy női tüzelembe. De a női tüzelem is belerohan a férfi tüzelembe, azért mondtam, hogy két téridő keletkezik, azért mutogatok így, ugye? Mert egy jobbos, meg egy balos. Ott egy antianyagvilág van, keresik az antianyagot, baromira keresik, de ott egy antianyagvilág van. Parancsolj! Ezért van a buddhizmusban helyes 8-rétűös fény is. A 8-rétű eső az már fény. Ez még csak 6-rétű. Ez még csak 6-rétű. Tehát ez még nem a... Az energiának az első formája, ez maga az energia keletkezése, amit most elmondok. Tehát a fény, ez egy fényfajta, a téridő egy fénynek egy faj, az első fajtája, így is mondhatjuk. És aztán a téridőben is létrejön majd fény,
de az már 8-as szimmetriájú lesz, mert elvariálja saját magában a dolgokat, és ezért már nem a 6-os szimmetria jön létre, hanem egy 8-as. Tehát ez a fény, amit világít, amivel vetítünk, ez 8-as szimmetriájú fény. A gömbvillámokban időnként van téridő. Azért aztán csinál is dolgokat. Eldobálják a földön kívüliek, akik ugye nincsenek, sosem voltak, nem is lesznek, majd 1000 évből, 100 000 évből, majd mellé kell beszélni addig. Igen, de eldobálják a rossz térforrásokat. Eldobálják. Vagy azért dobálja el, azt mondja, hogy megkérdeztem, hogy miért dobálja el, hogy a harmadik dimenzió megmaradását gátolom meg vele. Ezt mondta. Ezen el kell gondolkodni. Tehát, hogy azt a háromdimenziós világot, amit mi itt megélünk, azt ő eldobja, és egy négydimenziós világot hoz létre magának, abban minden másképp történik. Minden. Arányok, mit tudom, minden. A Föld, hát jó, még van három nagy világkatasztrófa, amikor négydimenziósba fog átmenni. Maga az egész Föld. Most lesz egy belátható időn belül egy nagy világkatasztrófa, aztán lesz még kettő utána. Eddig volt már kettő előtte, és akkor utána még most lesz egy, és aztán még kettő lesz. Öt ilyen eset van. Hogy mennyi időnként nem tudom, de ezek 5000 év, 10000 év, szóval ezek ilyen nagy időintervallumok, nem 20 év. Nem 20 év múlva történik. Másról van szó időben, nem a mi léptékünk, hanem más lépték. Nem. És a mostani? Mostani az talán 20 év. Tehát közel van, de az nem azt jelenti, hogy most kaszát kapát eldobjál. Tudni, mi az, amit elvihetsz magaddal, most egy különleges eset lesz, képzeld el. Azt úgy határozott az isteni tanács, hogy a jó irányú tudásunkat magunkkal vihetjük. Mi a jó irányú tudás? Tudod, melyik az ehető növény, melyik az ehető gomba, hogy kell földolgozni, hogy kell megfőzni, hogy kell tüzet rakni, ez egy jó irányú tudás. Mondjuk lehet, hogy tudsz autót csinálni, de már nem benzinnel fog menni, az valószínű. Mert már most is ki akarják tiltani az autókat, 30-ra már ki akarják tiltani. Tehát ezeket már nem lehet gyártani, kész, vége. Na most ez egy ilyen kényszer hatás, mert a nagyon zöldek, hát ezek a ultra, hiper zöldek, azok most már lignittel tüzelnek. Németországnál, hát hogy mondják, a hülyeségen utcában nyernének, a hülyeségi vetélkedőn, biztos, hogy utcában nyernének, semmi közük a zöld gondolathoz, semmi köze nincs. Tehát most már gyorsan szénbányát kell nyitni, atomraktor becsukni, szénbányát nyitni, lignitbányát nyitni, ami baromira szennyel, nem számít semmi. Gyerekek, hát ész, hová mész? Tehát ilyen hülyék kerültek hatalomra, akik megkérdeztek tőle dolgokat, és nem tud rá válaszolni. De itt kezdődik a probléma, hogy nem tud rá válaszolni. From the river to the sea. Hogy van tovább? Palestine will be free. Ugye? Hogy a folyótól a tengerig Palesztina szabad lesz. Ugye? Na most bocsánatot kérek. Megkérdezték tőle, hogy milyen folyó. Nem tudta. Nem tudta, hogy milyen folyóról van szó. Milyen tengerről van szó. Nem tudta, hogy hol élnek a palesztinek. Hát semmit, ott örjünk, tombol, veri a nyálát, viszi a zászlót, mi? És megkérdezték tőle, komolyan megkérdezték ott a diákoktól, na jó, de hol van Palesztina, tudod? Azt nem tudom. Tehát értitek, miről van szó? Semmi köze a valósághoz az egésznek, semmi köze. Ez olyan, mint amikor itt a gyorsány takarod volt, és akkor berakták ugyanazt a palit a Gyurcsánynak az előadásához, és akkor az is, ott is azt üvöltözte, hogy Gyurcsány takarodik. Pedig ott neki más táblát kellett volna mozgatni. Jó. Hát ezek ilyen statiszták, akik ott majomkodnak. Tehát
Az a lényeg, hogy itt keletkezett a téridő. A téridő már tudjuk, hogy micsoda, az létrehozza a helyet. Ezért ugye, amit mondtál, hogy helyes, helytelen, stb. Ez már ott megjelenik a nyelvünkben. Tehát ameddig nincs hely, hát addig nincs élet. Nincs hol legyen élet. Nincs távolság. Nincs semmi. Tehát addig még nem beszélhetünk semmiről. Atomok nincsenek, egy se. Hát akkor milyen anyag, meg mi kilátja, meg hogy működik, meg... Szóval egyszerűen ezeket nem szokták végiggondolni, a vallásosok se. De nem gondolja végig, komolyan. Hát gondold már azért végig, hogy hát legalább jó legyen már ez a dolog. Szóval azért be lehet vinni a csőbe, de ugyanez, amit a palesztin tüntetőkre mondtam, ugyanaz. Fogalma nincs, hogy mit véd, meg mi ellen harcol, meg mit harcol, meg... fogalma nincs. Abszolút semmi fogalma. De az nem úgy van. No, mondd meg akkor, hogy hogy van. Azt nem tudom, de nem úgy. Hát, jó van, gyereke. Ki kell ebből szakadni, ebből a baromságból, amire föl vagyunk kuszítva, meg mit tudom én, de meg kell, állj már meg, és gondolkodjál el. Tehát ott, ahogy kicsit megnézzük, akkor keletkezik egy ilyen, a mozgó a téridőt inkább tegyük fel, amit fölvillantottál. Az jó volt. Jó van, így keletkezik, nézd csak. Mutatom neked, hogy hogy keletkezik. Meglátod maga előtt egy másikat menni, látod? Látod, milyen alakja van annak az árványnak? Megvan? Pont az a szív, amit a nyakunkba hordunk. Az Jézus szíve. Na, de a materialist is azt hordja, meg küldözgeti a piros szívecskéket a lányoknak, fiúknak. Nem? Fogalma nincs, hogy az honnan származik. Azt mondom, hogy hát talán egy kicsit szedd már össze magad. Fogalma nincs, és nagyon harcol, és nagyon mondja, jó, hát fiatalon így kell, de hát azért nem árt, ha egy kicsit tudod, mert különben nagy pofar esések lesznek. Ez van. Itt keletkezik egy kacsaláb, ha megláttad, meg keletkezik a kacsalábon forgó várhoz, és keletkezik egy hatszirmú virág, ami a mahad, ugye? A keleszi vallásban a mahad. Ez a hatszirmú, ez az élet virága különben. Ez a lényeg az egészben. Na. Jó van. Tehát ez a hat több színnel ábrázoltuk azért, hogy lehessen látni, ezek önálló univerzumok. Itt keletkezett 6 darab univerzum. Mi a hibája ennek az ábrának? 5-nek kéne csak lenni. De mind a 6-ban van. Látod? Tehát ez egy ilyen folyamatosan keletkező valami, és mindig egy hiányzik, körbe-körbe. Ez állandóan keletkezik. Nem készen van, hanem állandóan keletkezik, és soha nincs készen. Ez a lényeg az egészben, hogy soha nincs készen. Az atomoknál pontosan ugyanez van. Tehát egy proton, vagy egy neutron, vagy egy elektron soha nincs készen. Az egy elképzelés, de nem. Az állandóan a keletkezés állapotában van. Ezért nem lehet egy folyóba kétszer belelépni ugyanabba a folyóba. Mert mire a második lábaddal lépsz, az már egy tök másik folyó. Hiszen az összes atomba kicserélődött minden. Újra keletkeztek az atomok. Ugyanott, ugyanúgy néz ki, átvert téged. De közben a lábad se ugyanaz úgy, ahogy van, ahogy mondod, a lábad se ugyanaz, semmit se. Tehát innen látszik, hogy gyerekek, megvan nekünk ez a dolog, ez a világkép, ez működik. Na most akkor... Ennek van egy 8 szirmú változata, és olyan nekünk nincs. Csak a téridőt csinálták meg a ifjak, mert az izgatta őket. És még mutassuk meg azt a két tűzelemet a izébe ott, hogy vannak sorban. Hát ez is nagyon jó. Ez a Védák könyvében van. Mi van benne? A két tűzelem, az oszcilláció, hogy hívják? Atyán tápháva, és anyó nyápháva. Ez, mint hogyha nekünk úgy szólna, magyarul is. Az atya, meg az anya, anyó. Az anyóka a verseinkben inkább nem anyának van nevezve, hanem anyónak.
a nevezve, de ez a dolgon nem változtat. Van a balra forgó, meg a jobbra forgó. És ez a kettő hozza létre, itt mutatja, hogy egymásba rohannak, és ezek hozzák létre a következő lépést, a szent lelket, mert ez a szent lélek utána állandóan másolja magát, másolja magát, másolja magát a végtelenségig, és létrehoz egy helyet, és ez a hely már alkalmas arra, hogy megszülessenek benne az anyagi részecskék, megszülessenek benne a... Te nyomkodsz valamit? Ne nyomkodj, mert csapom kezed. Mit zúgattuk? Tehát az a lényeg, hogy kiestem a szinkronba. Tehát, hogy ezek már ezelőtt ezer évekkel tudták a lényeget. Hogy keletkezik a világegyetem? Ezek a tűzelemek, vagy a tahionok, amit ugye 55-ben fedeztek föl, de bocsánatot kérek. Hát 55-ben újra felfedezték, de azt jelenti, hogy nem tudott róla az emberiség. Miért mondom ezt a furcsaságot? Hát azért, mert ide az emberiség úgy költözött be. Az összes embert képzeld el. Úgy költözött be ide. Ezek különféle helyekről jöttek, mert a tűzözön után kiürült a bolygó, semmi, nulla élet. Hordtak ide fát, növényt, mindent hordtak ide, állatokat, mindent hoztak magukkal, mert látták, hogy üres minden, de lakható, belélegezhető a légkör, lakható, jó lesz ez itt nekünk, és akkor ide hozták az állatokat, a delfint is úgy hozták ide. Még meg a bánát is úgy hozták ide, képzeld el. Nem, kitől kéren engedélyt? Hát kitől? Kitől? Amikor üres egy bolygó, kitől kér engedélyt? Hát lehet, hogy a napistennel megbeszélték, lehet. De igen, lehet, hogy megbeszélték vele. És azt mondták, hogy betelepülnénk ide, megengeded? Mondta, hogy meg. Mit? Ahova föl lesz kötve. A micsoda? Mi lesz föl kötve? Ahova föl lesz fűzve, akartam mondani. Hát minden a galaxis közepére van fölfűzve, az a Kronosz a görög mitológiákban. A gyermekeit megeszi a gonosz idő, az idő istene, ugye, aki megeszi a gyermekeit, a gonosz fölfajja a gyermekeit. Na most van egy olyan felvételünk, sajnos az izén van, és nem hoztuk be a Winchestert. Hoztad? Nem. Akkor majd megmutatjuk holnap. Tehát, mert megvan a galaxis közepe, de az interneten is megtalálod, galaxis centruma. És akkor ott lehet látni, hogy keringenek a galaxis centruma, egy fekete lyuk van ott, és ott keringenek körülötte a csillagok. Azok már halálra ítélt csillagok, mert már közel vannak. Tehát amikor már ennyire közel van, akkor előbb-utóbb kijön a bele, aztán kész. Végül. Videó volt, mozgó volt. Mozgó volt, biztos mozgó volt. De olyan kis pályák vannak, csillagpályák is berajzolgatva. Lehet, hogy a YouTube-ról, vagy máshol, nem tudom, honnan szedtem én, de leszedtem, rajta van a másik a Winchesteren. Parancsolj! Akkor elkezdődik magukat, akkor nem tudják megenni a földi kaját. Hát ha oda bementek, azoknak már nem nagyon van földi kajára szükség. Amikor beköltöztek. Bibliában hol van ez jelen? Na, ki jön rá? Ne imád Egyiptom isteneit. Ott van a Bibliában, képzeld el. Miért ne? Jó, nem imádom. Rendben, nem imádom. De miért ne imádjam? Mert valamikor más atyához tartozott ez a népesség, aki beköltözött, de most már a nap, ehhez a naphoz tartozik. Az öt atyából valamelyik másik? Nem. Nem. Egy egészen másik csillag. Tehát nagyon messze, 1000 fényév, 100 fényév, nagyon messzire ide, ide költöztek. A Hold is egy ilyen költöztető űrhajó volt, aki egy nagy népességet, az Anunnakikat költöztették ide. És a Hold belsejében egy hatalmas nagy gépezet van, de hatalmas nagy gépezet, tényleg az van benne,
És na itt van a galaxis közepe, nagyon érdekes, ha megtaláltad. Rázumol erre, és akkor utána, ahogy rázumol, közelít hozzá, akkor majd megmutatja, hogy a galaxis közepén ott a csillagok ott kavarnak. Ez volt az első objektum, amit a gravitációs távcsőmben láttam. Ez a fekete lyuk. Nem ezeket a csillagokat, nem, amikor nem tartottam ott, de a fekete lyukat láttam, így kézből. Akkora nagy zaj csinál, hát őrült sok anyag egy kupacba. Akkora nagy anyag zaj csinál, hogy így mozgattam a kezembe a kis mérő csúcsot, egy ekkora kis cucc volt, és így mozgattam a kezembe, és amikor eltaláltam a galaxis közepét, akkor hirtelen ötszörösére felugrott a jel. Kicsit arrább mentem, már eltűnt. Egy 50 milli volt az zaj mindig volt, de ott főleg 400 milli voltra. Mondom, ez az. Tehát eltaláltam a közepét a galaxisnak, és ahogy ment a nap, fordult a Föld, mindig arrább volt, lehetett látni, hogy ez az. Tehát megtaláltam vele, és az aztán föllelkesített. Most már nagyon jó gravitációs távcsövünk van. A Zolika nagyon jó megépítette újra. Tehát nagyon jó lett és működik. És még mindig az eredeti szoftverrel, amit a Ferenczi Viktorka írt. Na itt van a galaxis közepén, nézd meg! A galaxis közepén van egy fekete lyuk, de még ennél sokkal közelebb kell majd menni hozzá, mert megyünk hozzá közelebb. Megyünk, és ott meg lesz az, hogy még, és akkor ott rá megtaláljuk azt a középső valamit, ahol keringenek a galaxis közepe körül a csillagok. És ez a lényeg benne, hogy látjuk a távcsőbe, ugye ez tényleg így van. A fekete lyukat nem látjuk. Miért nem? Hát azért, mert olyan baromi nagy a tömege a fekete lyuknak, hogy még a fény sem tud róla eljönni. De neki is van két jet. Hm? Annak is van két jet, ami kijön belőle. Két jet jön belőle kifelé, igen, igen. De északi-déli sarkánál. Akkor nem teljesen igaz. Na de a két jet mit mond el? Hogy pont olyan, mint az időforrás, amivel elkezdtünk dolgozni, pont olyan a formája a fekete lyuknak. Hm? Ahogy fent, úgy lent. Ahogy fent, úgy lent. Ugyan, de... A mindenit neki. Mert azért tudott kilépni. Tehát a fekete lyuk, egyébként maga az univerzum is egy fekete lyuk, nem volt tegnap, vagy ma az Egeli Gyuri ezen hezitált, de hát kérlek szépen, maga az univerzum, az egész univerzum, amiben benne vagyunk, egy labdaszerű valami. És ennek a labdának a fala, az egy fekete lyuk. Ezt is felfedezték csillagászok, de aztán szétszélámoskodták az egészet. De felfedezték. Feltételezték. Parancsolj. Még egy kérdésem, ami még mindig a feltűzéssel kapcsolva. Nem baj. Hogy két több helyre is fel lehet valaki fűzölni? Igen, és persze. És amikor megkereszted minket, akkor hova fűzöd? A napistenhez. Tehát ehhez a rendszerhez. De közvetlenül. Amikor én megkeresztelek, akkor közvetlenül odafűzlek. És ugye ez jó, ez nagyon jó neked, ugye, mert közvetlen kapcsolatod van, ha bajba vagy, nem kell interurbán fölhívogatni, hanem kapcsolatban vagy, mindig, K-vonalad van. Ez a lényeg. Tehát ha azt gondolod, hogy vészhelyzetben vagy, akkor segít neked. Akkor is, amikor lehetetlen, kizárt dolog, mit, akkor is segít. Tehát nem nyílt ki az ejtőernyőd, és zuhansz lefelé, és egy bazi nagy szénabogjába fogsz érkezni, és nem töröd ki a nyakad. Hát lehet, hogy megcsapod egy kicsit magad, de túléled. És számolja hogy a dadogos, hogy 8, akkor meghúzza a karikát, ugye, mert azt mondták, hogy számoljon 10-ig, és számolja, fogja a karikát, hogy 8, és ül a szénak az a közepén. Na szóval, ez is ilyen, fantasztikus, fantasztikus ez, a humor is. Tehát ezek a fekete humorok aranyosak a magyaroknak, speciális bolond fekete humorja van. De ez jó! Ez jó, hát ez... Amikor lezuhant
az oszlói repülőjárat, a Malévnek az oszlói járata, másnap megvolt a vicc, hogy utazzon Malévval, egy óra múlva Oszlóban lehet. Gyerekek, hát ez egy igazi magyar fekete humor. Hát mit lehet erre? Azok meg úgyis meghaltak, nem mindegy. De legalább, hogy mondjam, hogy el tud viselni a fájdalmat. Ezért élünk túl. A humorunk miatt élünk túl. Azok, akik ilyen haláltáborokból jöttek haza, mind mondta nekem, akivel beszéltem 5-6-tal, én még 80 éves vagyok, még beszéltem ilyenekkel, és azt mondta, hogy azért éltük túl, mert volt humorérzékünk. Tehát nem izélte magát, feszítette magát, hát abba belehal. És belehaltak, és a magyarok túlélték emiatt. Meg találékonyak, kitalálták, hogy mit lehet csinálni, hogy lehet csinálni. Thank you.